Sziasztok! Na, üdvözlet a csatornámon! Itt vagyunk megint egy olyan videóban, ez a videó. Ebben a videóban játékokról lesz szó. Mégpedig a top 5 játék, amelyik 2018-ban ki lesz adva. Az egyik az The Last of Us második része, a második az Extinction, a harmadik Metro Exodus, és akkor van a God of War. Ugye a God of War az egy játék, amelyik a Kratosszal, egy görög mitológia istennel kell harcolni. Láttam már videókat is vele. Volt egy videóban is, amikor Herkules kellett legyőzni, meg sok ilyen más isteneket kell legyőzni, például mint Zeus-es. Ő egy fő hős, fő boss, őt is le kell győzni Kratosszal a God of War játékokban. Ez a God of War PS4-re lesz kiadva, csak PS4-re, mintha így tudom. Nem mint más játékok, hogy például mind a többi négy, melyek PC-re és Xbox One-re is, és PS4-re is ki lesznek adva. Metro Exodus, az annak van két előri játéka. 2010-ben kezdték el ezt a játékgyártást. Ezek a játékok ilyen horror játékok. Ilyen szörnyek vannak benne, és egy metro alagútban játszódik le az egész. Most az új játék, az Exodus, abban pedig másképpen van, már ki lehet menni a világba is, lehet használni egy maszkot, és a masznak a szűrőit kell cserélni, mert hogy legyen friss levegő, tudja a friss levegőhez jutni. És vannak benne ilyen erős szörnyek, borzasztó, kemény szörnyek, amiket le kell győzni. Na és ezek a szörnyek akadályozzák az embert, és medvék is vannak benne, azokkal is kell harcolni. Elég kemény játék. Akkor van a Last of Us, a másik része, annak van egy első része is, ugye a Naughty Dog az a kiadója, az a fejlesztője a játéknak, és nagyon jó játék, egy ilyen apokaliptikus játék, amiben a túlélésért törekszenek a megmaradottak, mert ugye világon valami pestis vagy valamilyen vírus elterjedt, az ember megfertőződtek, sokan meghaltak, és akkor most ilyen a zombikkal, undeaddel kell szembe nézni ebben a játékban. Akkor van a másik játék, a Vampyr, az a Dotnond fejlesztő cég gyártja azt a játékot. Az első játékja annak a Dotnondnak volt a Life is Strange játék, és most jön az a vampíros játék. Ebben melyik benne egy doktorral kell menni, és a doktor egy doktor olyan ember, aki doktor volt, csak megmarta egy, megharapta egy ember, egy vampír biztosan, és akkor a doktorból vampír, és akkor vampír doktorral kell menni. Nos, de kezdjünk bele, és mondjam el nektek ezekről a játékokról a top 5 dolgot, és mindent, amit csak lehet tudni ezekről a játékokról. Első, Last of Us második rész. Naughty Dognak a Last of Us játékja egy minden időben nagyszerű, bejönti magát, mint egy modern, mestermű darab. Köszönhetően a nagyszerű és hihetetlen karaktereknek és a történelem mesélésnek szívszaggató
apokaliptikus mesével. Joel és Ellie megmaradnak ikonikus karaktereknek, akik megnevettettek, megsírattattak bennünket, ahogyan keresztül merészkedtek kopott és törött Észak-Amerikán. Joel és Ellie története fog folytatódni a Last of Us második részében egy öregebb és mérgesebb Ellie-vel. Naughty Dog felfedte a játékot 2016 PlayStation tapasztalat alkalmával, megjegyezve, hogy ez még nagyon korán volt a fejlesztésben, de ez nem állította meg az igazság izgatottságunkat. A Last of Us második része fel volt fedve egy bevezető trailerrel a 2016-os PlayStation tapasztalaton, de Naughty Dog ellentmondta a felfedést, hogy a játék még túl korán van a fejlesztésben, tehát eltelik egy kis idő, amíg kezünkben foghatjuk a játékot. Az utóbbi években egy friss interjúban az argentin rádió Vorterix állomásnál a Last of Us második rész szerzője Gustavo Santaolalla mondta, hogy a cím kizárólag 2019-re van tervezve a PS4-re, hogy adják ki. Vedd ezt egy sócsípésvel, de úgy tűnik, mint egy megtapsolandó ablak nekünk. A Last of Us második részének története Naughty Dog felfedte, hogy a Last of Us másik része helyet foglal 5 évvel azután, hogy az eredeti abbahagyódott, a 19 éves Ellie cselekedete, mint a játék főszereplője, Joel szintén visszatér, őrizkedve Ellie-n a lassan öregedő öreg emberen. A fő vezetése az elbeszélésnek nem tiszta, de amit tudunk, az az, hogy Ellie nagyon mérges valamivel kapcsolatban. A felfedező trélerben a lány egy gitárra játszik, vér meg hullák veszik körül. Amiután végzik az énekvel, azt mondja Joelnek, hogy megölök minden egyes szemét belőlük. Nincs ötletünk, hogy Ellie kire haragszik annyira, de tiszta, hogy a harag egy alap témaként fog működni a játékban. Neil Druckmann elfogadta, hogy a nyugatvilági Shannon Woodward egy szerepet fog játszani a folytatásban, ha bár jelenleg nem tudunk semmit az ő karakteréről. A játék fejlesztője Naughty Dog, aki szintén foglalt dolgozni az Uncharted 4 Lost Legacy egyedülálló kalandjátékon, amelyik a következő évben jön ki PS4-re, itt öt dolog, amit látni szeretnénk a játékban, egy teljesen új beállítás. Amint tudjuk, a Cordyceps fertőzés, ami lerombolt az emberiséget, világméretben járványos, ha ez a helyzet, akkor sok üreges bástya van keresztül a földgömbben. Naughty Dognak, amit ábrázolhat. Képzeld el, hogy mint újonnan öntött karakterek Londonban, New York vagy Moszkvában, 2 évtizeddel azután, hogy a kitörés véget vetett az életnek, amint tudjuk, a legjobb rész ebben az volna, ha egy teljes lecsatolást látnánk az előző játékhoz, mérve semmi többvel, mint néhány névvel és a megszaggatott, megosztott világ, hogy minden egyes új kalandra támaszkodjon. Hát az utolsó, ami Joel és Ellie-ből látunk, hát akkor legyen. Add át a fákját egy pár más szereplőnek, ez egy nagyszerű esély lenne, hogy haladó bevezetéseket vigyenek be a játékba. Az első homokos párt talán. Egy pár testvért, ahogy megtalálják az útjukat ki a sötétségből és a 2036-os letörött évben. A lehetőségek végtelenek, és Naughty Dog könnyen lesz készve a feladatra. Még félelmetesebb ellenségek. A fertőzött polgárok, akikkel szembe kerültünk a Last of Us-ban nyugtattak, hogy legkevesebbet mondják, de sosem igazán rémítettek meg, ha csak úgy történt, hogy leföldeltünk, már semmi módon nem tudtunk megvédeni magunkat. Alkalmazva az új beállítást, Naughty Dog kéne bevezessen egy fogadó új félelmetes ellenségeket, a fertőzött nagyobbak, félelmetesebbek és kihívóbbak kéne legyenek. Néha a legjobb taktika az, hogy elkerüljük őket, mind együtt
összesen véve. Jó lenne, ha általuk is lennének benne megfertőzve, állatok is lennének benne megfertőzve a fungusztól, mint új ellenség típusok, például. Párbeszéd választások. Az Uncharted 4 látta a bevezetőt, egy rövid, de érdekkeltő párbeszéd választások számunkra, ami ad nekünk egy kis értelmű válogatott lineáris elmesélést. Ez Nathan Drake-nek egy vonzást adott azáltal, hogy megvolt a képessége, hogy válaszoljon a különböző módon, amint felfedezed a világot, és egy ilyen dolog a Last of Us második részében is remek lenne. És még inkább most, hogy ha azt vesszük, amit ez a franchise milyen érett dolgokat volt hajlandó megragadni, lehettek volna ott brilliáns, vicces, meg szívtörő pillanatok, kiemelve a mi belekeveredésünk által minden döntésben. Szintén szép lenne, ha ezek hatással lennének a cselekményre, valamilyen módon, akár rövid megjegyzések, akár jelentős elmesélések által. Láttuk, hogy mit tudnak tenni az apokaliptikus világban az elmesélési választások, például, mint a Walking Dead-ben. Ha a Last of Us második részében is megjelennének az olyan választások, hogy kit mentünk meg a haláltól, vagy valami veszélytől egyenlőleg, szívszorító lenne. Valódi ember veszély. Ha valaha láttad a Walking Dead-et, akkor tudni fogod, hogy az igazi ellenség nem a halott, aki még mindig az élők között létezik. A korrupció, amivel szembeállnak az emberek, egy letörött világ körmei között megrémisztő, még inkább a sokkal rosszabb szörnyek keletkeznek, mint a vírus, amivel versenyeznünk kell. Láttunk egy kis betekintést ebből az első játékban véletlenszerű banditákval, kannibálokval és Szent János bogarakval. A Last of Us kéne mindent hasonlóan csináljon, lefesteni egy ellenséget, aki készséges lenne undorodni egy világban, amiben már tele van gusztustalan emberiséggel. Joel képes volt borzasztó cselekedetekre a bezáró pillanatokban, ebben az utazásban, habár azt tette, ami helyes volt a saját szemében. Egy olyan világban, amit nincs érdemes megmenteni, nagyobb fókuszálás a multiplayerre. Sokak meglepetésére a Last of Us multiplayerre kitűnő volt. Lefordította a kraftolás és a túlélő mechanizmust a single playerről az online birodalmi csatapatékra majdnem tökéletesen. Tudtál gyűjteni összetevőket és kraftolni eszközöket, és lehetett, hogy az ellenséget brutális módon ütes ki. Az egyik kedvenc vonatkozásom a multiplayer társasági beültetés volt az online fejlődésben. A győzelmes csapat ellátásról jutalmazódik meg, és a tagok a Facebook nevük által ismertek. A Last of Us második részében egy személyes törekvés kéne legyen, ahol a túlélésért folyik a harc. A játékot késő 2018 vagy korai 2019-ben játszhatod. Második, Extinction. Ezt a játékot Iron Galaxy Studio fejlesztette, és PC-re, PS4-re és Xbox One-ra adják ki. Ősrég idők óta a világ háborúban volt, generációkon keresztül az emberek harcoltak egymás ellen földért és gazdagságért, amíg az igazi ellenség a távolban oroszkodott. Éhes szörny tömegek, 150 méter magasak, akik arra céloznak, hogy a mi fajunkat eltöröljék. Csak azok, akik edzve és tanítva voltak az ősi rend szerint, van esélyük ezeket a hatalmas ogrokat legyőzzék. Te vagy az egyik a világon, aki a harcos védők között él, akit Avilnak hívnak, felszerelkezve azokkal a skillekkel, mint a sebesség és erővel, hogy szembeálljon a végtelen falang óriás ógre hullámokat, és megelőzze a halálnál is rosszabb sorsot. Kétségbe esett, valódi idő harcban. Védd meg az emberi népességet a bőséges történeti kampányon keresztül, megmenteni olyan sok civilt, amennyit csak lehetőségedben tudsz megtenni, és levágni brutális ellenségeket. Teljesíts számos mellékküldetéseket különböző célkötődésekkel, és nyers szintlépéseket, hogy
Így felkészült a bletyél a fő küldetésekre. Utazz függőlegesen és vízszintesen, fuss a falon és használd az ostorodat, hogy hatásos és halálos légi csapásokat mérj az ellenségeidre. Fejlesz ki a mesterére a mozgó harc manővereket, hogy halálosan áthaladj az óriásokon és levedd őket lábukról a gyenge pontjaik megsértése által. Azáltal fejlődj a különböző skill falkon, hogy kifejlesztesz egy utat a te megfelelő játékstílusodra. Minden harctér különböző az utóbbitől, és mindegyik egy egyedi harcstílust biztosít. Minden alkalommal, amikor játszasz, ez így van. A játékot 2018. március 31-én adják ki. 3. Metro Exodus. A 4A játékok Metro franchise egy kitűnő túlélési horror FPS sorozatuk. Az első két kiadás a sorozatból, amelyek újra voltak keverve modern konzolokra Metro Reduxban, most 3. telepítés is úton van egy Metro Exodus formában. A sorozat nyílt világú és Exodus már is valami különlegeset alkot. Összeszereltem mindent, amit tudnod kell a Metro Exodus játékról. Szóval mi is a Metro Exodus? Dimitri Glukovsky népszerű regényeire alapozva Metro Exodus a 3. installálásként jegyződik, amelyik a sorozat 2010-ben kezdődött Metro 2033-val, ahelyett, hogy csak a Metro alagutakra meg Moszkva rövid romok zsebeire szűkülne le a játék, a játékosok most egy sokkal nagyobb hatótávolságú területet fedezhetnek fel. Metro Exodus játszódás. Ez a játék egy első személyű túlélő horror lineárisan átívelő játék, klaustrofóbiás környezetek és széles nyitott helyeket lehet felfedezni, ahogy láttuk a felfedező trailerből is. Amíg navigálva felfedezzük a post-apokaliptikus Olasz Federációt, a játékosok fel kell készítsék meg felszereljék magukat, mert egy radioaktív rémületek fogják veszélyeztetni a játékosok életét. Csak úgy, mint múlt játékokban, egy gázmaszkot kell viselni kint a szabadban, szűrőket is cserélni kell, hogy friss levegőhöz kapjál és ne fulladjál meg. Ha egy ellenség támad meg, repedések maradnak meg a látásodban, víziódban, mint egy sivár emlékeztető a lehetőséges sorsodról. Sötét környezetben van egy lámpád vagy gyújtód közel van, kézben. Ezeket arra használhatod, hogy akadályokon juss keresztül és lehetséges veszélyeket kerülj el. Helyi értelemben Exodus sokkal ambiciósabb, mint elődei játszodni megint, mint Artyom a spartai rangerekhez csatlakozó, ahogyan keresztül merészkednek a távoli kelet felé. A mi hősünk a Volga folyótól a havas urai Ural hegyek között találja magát utazni. Akármennyi sikerrel, de megtartják ugyanazt a borzalom érzetet, amit megszoktunk a Metro játékokban. Exodust jellemző a dinamikus nap-éj ciklus és időjárás rendszer. Fegyverek és eszközöket lehet csinálni egy több szintű kraftolási rendszerben, ami arra van készítve, hogy túlélj mindent, ha bár fog, kellene egy söprést csinálnod. Metro Exodus sztoria miről is szól? 2036-ban játszódik le, ahogy a Metro Last Light Redemption széria véget ér, úgy folytatódik. Exodus követi Artyomot, amin utazik keresztül Moszkván egy új élet keresése érdekében. De nincs egyedül, már csatlakoznak hozzá túlélők és felesége Anna is. Az utazás áruló lesz, kezdődve egy nukleáris tér közepén, ahogy meglapulsz egy metró alagútban. A játékot most 2018-ban adja ki PC-re, Xbox One-ra és PS4-re. 4. God of War, PS4-re. God of War visszatér a PS4-re megint. Kratosval, a só csillagával, csak hogy itt ő már egy apa. Az ő fia
egy nagy részt fog játszani a játékban, csatlakozva a szakállas hősünkhöz, ahogy vadászunk szörnyekre egy bizonyos mennyiségű környezetben. A játék a görög mitológiára alapozódik, de most a szemeit a furcsa és csodálatos norvég világ mitológiára épül. A játékot korai 2018-ban adják ki PS4-re. God of War PS4 áttekintés. Milyen sokan számítottatok arra, hogy a következő God of War játék Kratosról és fiáról egy szívszorító sztori lesz. Mikor a korábbi szivárgások megmutatták, hogy Kratos mélyen térdel a norvég mitológiában, ki hitte volna, hogy az utolsó közülünk való Istennel fogunk játszani. Szóval Santa Monica egy bátor lépést vett, lényegében visszacsíkozott mindent, amivé God of War vált. Egy óriásokkal küzdő all-lájtű csatában, egy gyönyörűen megadott részletekben, hogy egy lassabb és többi beletekintő belemesélés legyen. És korai jelek jelzik, hogy jó járna ki belőle. Ahogy kitárjesztődött, az E3 demo zárt ajtók mögött bemutató most tiszta, hogy a változásokat nem fél szívvel hozták meg, és az egész játékot átgondolták. Az ilyen forma újraképzelés a God of War játékon az ötlet, hogy venni mind azt a dolgot, amik felépítik a játékot, szétvenni őket és padlóra tenni, és értékelni mindent. Ez az új út a God of War-nak a norvégiai mitológiára állítva, de közel volt, hogy majdnem egy teljesen új univerzumba helyeződjön összesen Barlog szerint. Mindegyik mitológia az asztalra volt téve, nagyon gyorsan, amint kezdtük az ötleteket megbeszélni és élesítették a közép témát, a két mitológia vált a fő versenyzővé. A norvég és egyiptom mitológia mellett volt egy élenjáró, Barlog szerint legkevesebb, mint fele a csapatnak 12 személy támogatta szuper okokkal, hogy ezt az utat járják. Nekem, ahogy néztem mindkettőt, az egyiptomi mitológiában a fáraók úgy voltak, mint képviselők, mint megtestesülések az isteneknek a földön, és sokkal inkább a civilizációról szól, és kevésbé érthető. Ekkor valójában Kratosra és a fiára akartunk fókuszálni. Barlog ez adja. A legnagyobb dolog, ami változást láthattál, Kratos maga, aki sokkal öregebb és sokkal egyenletlenebb, egy szakállat visel, ami divatias lett, mert hipis fehér emberek vannak a fejlesztők között. De Barlog elismeri, hogy ez egy folytatás lesz a God of War elbeszélésben, mint az a görög mitológia lesz az első a fejlesztésben. És mivel ez nem kizártan God of War 4, Kratosnak még egy hosszú ideje marad. Meglepetésünkre van Kratosnak egy fia egy olyan kapcsolattal közöttük, ami az elmesélés lényegét hozza. Lássuk Kratosnak a durva és könyörtelen laposágat, mint amilyen volt az élete, nehéz lenyelni. Látni őt, hogy úgy utal erre az édes gyerekre, mint egy fiú, ez arra emlékeztet, hogy milyen könyörtelen múltja volt neki. Mi kövessük a kettőt egy vadászaton, ami esélyt ad, hogy megtanítsa a fiát túlélni a durva világban, ahol számtalan teremtés van, ami kész lemészárolni téged. Amint az irányítás a kezedben van, egy másik megjegyzendő változás a kamera. A God of War mindig egy fixált kamera pozíciót használt, hogy egy nagyobb látókört hozzon a gyönyörű játékdarabokra. De ez megnövelte a rajzoló távolságot, és a játékost elhúzta az akciótól. Ahhoz, hogy egy összetettebb történetet mondjon el, ennek meg kellett változnia, Barlog megjegyzi. Nagy megbeszélés volt a játékos kamera irányításról a projekt elején. A filmes kamera nagy része volt a God of War játékban. Az a döntés, hogy ez változzon, nem volt könnyen véve. Azt akarjuk, hogy Kratosnak személyes történetet
adjunk, mélyebbre akarunk menni Kratosszal, mint karakterrel. Ha Kratosz kicsi a képárnya, akkor nem tapasztaljuk a dolgokat az ő szempontjából, mondja Barlog. Természetesen az új kamera változásokat eredményezett, leginkább az, ahogyan Kratosz mozog a környezetben. A bezárt ajtók mögötti demóban egy betekintést kapunk az ágazó útból, amit Kratosz vehet az erdőben, amiben beletartoznak utak titkokhoz és gyűjtenivalókhoz. Barlog és csapatja kijelöl dolgokat, amelyek könnyen figyelmen kívül hagyhatóak. Mint például madarak riadnak el a területtől, amelyet felfedezel, figyelmeztetve, hogy veszély leselkedik, és később felfedezzük egy óriási troll jelenlétét. Azáltal, hogy megvolt az esély még többet felfedezni a játékról, megláttuk, hogy milyen csodálatos ahhoz, hogy egy ilyen látványokat elérjenek, elég nagy elérés, és az elmét meggondolkodtassa, hogy mit lehetne elérni egy erősebb géppel. Figyelni a kölcsönhatásokat Kratosz és a fia közt egy nagyon érdekes dinamikát jelent. Néhányan azt hívják, azt kívánják, hogy lássák, ahogyan Kratosz szét szakítja az ellenségek állkapcsait, továbbra is mérges, mert megköveteli a fiától, hogy jobb legyen, mint hogy sajnálkozzon, hogy elszaladoztatta a szarvast. Még van most egy isteni haragja, ami busztolja a többi képességeit a harcban. A kapcsolat mind apa és fia között egy durva és megbocsáthatatlan világba úgy érződik, mintha a Last of Us-ból vették volna ki. Mi aztán lássuk a Kratoszt elsőre, hogy egy csapat láva szörnyekkel harcol. Itt lássuk meg az új jéggel állított fájszéjét. A demóban úgy látszik, mintha lenne egy észrevevő szünet Kratosz minden egyes csapásánál. Szintén Kratosz el tudja hajtani a fájszét, és miután lecsapott az ellenfelekre, visszajön hozzá. Ezt úgy lehetne érezni, mintha Thor hájében lenne, ahogy elhajtódik és visszajön a gazdához a fegyver. Ez arról álmodtat, hogy összehasonlítsuk Thor perejét és Kratosz fegyvereit. Fájszéjét. Kapunk egy betekintést a boss fightról, de Barlog megjegyzi, hogy ez nem is egy boss harc a főjátékban. Néhányan arra várnak, hogy ugyanaz a God of War legyen szép grafikával, de én boldog vagyok az új irányival, ami a játékban lesz. 5. Vampír. Minden, amit tudunk a Gothic Dotnond kalandról, azután, hogy lecsapott az arany játszódást a Life is Strange Dotnons szórakoztatóipar, a figyelmet egy teljesen különböző irányba fordítja a vampírval. A korai 20. században vesz részt Londonban, úgy tűnik, hogy egy sötét, de elmélkodtató harmad személyi kalandot formál, amivel 2018-ban buzgóan akarunk játszani. Mindent összeszedtem, amit tudni lehet a játékról, szóval mi vampír? Londonban 1918-ban vampír egy akció szereplési játék, ahol úgy játszasz, mint Jonathan E. Reid, egy doktor, aki nemrég volt belevegyülve a vampír kérdésekben, amiután egy páciens megharapta azt, aki azt hitte, hogy a spanyol influenzával van megfertőződve. Remélve, hogy egy természetfeletti csavarást alapítanak meg a történelemben, Dotmond vampirikus kalandja fog jellemezni egy ismerős történelmi tereptárgyat, egy gótikus fröccsenés stílust. A játékot 2018 tavaszán adja ki PS4-re, Xbox One-ra és PC-re. Vampír játék mellett hogyan kell játszani vele? Mint Dotnod előbbi játékai, ez is egy harmadik személyi szerepjáték, ami a fókuszt a játék választásokra és a morálra irányítja, ami feszült helyzetekbe tesz, ahol választásait elkerülhetetlen
következményeket eleményezhetnek. Az előbbi foglalkozása, mint doktor, ez Jonathan Reitnek sürgességet ad, hogy segítsen az embereken, ha bár ez szerencsétlenül vitatott a vér szomjúságára, mint egy vampír. Ez a morális kényszerhelyzet lehetőség lehetőleg nagy részt játszani fog a játékban, hogy eldöntse, mi a fontosabb. Kit etetsz és miért lesz beültetve a pillanatról pillanatra a játékban. Reidvel formálva a kapcsolatot, karaktervel, akiken később eldöntheti, hogy eszik belőlük, megváltoztatva a kibontakozó elbeszélést, mint egy következmény, vérvel kell harc közben a medkitek helyett gyógyítsa magát, hogy életben maradjon. A vampír harcolás egy különböző szett keveréke, távol és közeli harc stílusban, és megvan a lehetőség, hogy különböző eszközöket készítsen. A távoli fegyverekkel különleges amuníciókat lehet készíteni, hogy így kihasználd az ellenség gyenge pontjait. És csendesen is lehet enni ellenségekből, mielőtt kilútolnád a kraftolási tárgyak érdekében. Az ellenség típusok változnak a játékban, Raidvel, ahogy vampírokkal, emberekkel, meg más természet feletti teremtményekkel kell harcolni. Mind különbözően viselkednek, de ami azt jelenti, hogy különbözően kell megközelíteni mindegyik helyzetet, akár csendesen, akár egy bengvel, vagy pedig elkerüled őket mind. Nos, kacuk, ennyi volt a top 5 lista ezekről a játékokról, a Vampirról, a Last of Us-ról, God of War-ról, és melyik is még? Last of Us, God of War, Vampir, Metro Exodus és Extinction. Ez az öt. Következőben is még egy öt játékról lesz szó, már 2018-ban fognak kiadni. Szóval lehet, hogy amikor adom ki azt a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni erre a csatornára, hogy tetszett a videó, hogy lássatok még továbbra is ilyen videókat. És ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, azt értékelném, és megköszönni annak, aki megtenni, az sokat segít nekem. És köszönöm a figyelmet, legyen egy szép napotok, na, sziasztok!